Augusztus 9-én megkezdődtek a balatonfüredi borhetek, amely az elmúlt két hétben már is szép vendégforgalmat könyvelhetett el magának. A Tagor sétányon délelőtt 10 órától éjfélig lehet kóstolni a jobbnál jobb borokat, de hogy pontosan melyik gazdánál mit, ennek jártunk utána. Íme a majdnem teljes választék borászatonként. Idén 12 borral készültünk, ebből 4 darab olasz ízling is van, ezeket ajánlom elsősorban, mint a borvidék legfőbb fajtáját. Vannak balatonfüredi és Pécshelyről származó rizlingek, ezek közül a legjobban sikerült a késői olasz rizlingünk, mi Aranylille névre hallgat, és a 18-as pécsei normál olasz rizling. Ezen kívül vannak a kínálatban illatos fajták, otonelmuskotály, chardonnay, rozé és 2 vörösbort is hoztunk. Az egyik az egy itt helyben kuriózum Turán névre hallgat, ez egy viszonylag friss magyar nemesítésű szőlőfajtából készült bor. Minden évben van egy kis fejlődés a minőség keresésében és a minőségi kultúrát borfogyasztás irányába, és ez talán nekünk is jó, meg a rendezvénynek is mindenképpen jó, hogy ez így alakul. Érdekesség idén, hogy meg lehet kóstolni 3 teljesen különböző stílusú karakterű olasz rizlinget, egy könnyűt, egy nagyon könnyű nyári bort, egy komolyabbat és egy nagyon komoly késő születelésűt. Össze lehet hasonlítani azt, hogy a borvidék főfajtája milyen oldalait tudja megmutatni különböző születi időpontokkal például. Ezen kívül most idén először lehet kóstolni, országosan is akár, a Solaris borból 3 különböző évjárat, ott 16-os, 17-es, 18-as, 3 különböző cukortartalommal, tehát van egy nagyon száraz, van egy fahordósabb és van egy mézédes. Ezek is nagyon jó összehasonlítási alapok, hogy mit tud a Solaris a borvidékünkön. Ezen kívül a vörösborból is szerettük volna megmutatni azt, hogy a Balaton tud nagyon könnyű, friss, gyümölcsös Pinot Noir például, és tud egy nagyon komoly, nagy potenciál rendelkező, nemzetközi szintén is elismert nagy Cabernet például. Tehát gyakorlatilag most idén nálunk ezeknek a játékos kóstolóknak jött el az ideje, úgyhogy egy nagyon széles palettával készültünk a vendégek számára. Alapvetően száraz borokkal készültünk, 17-es és 18-as évjáratú olasz rizlinggel készültünk, a 17-es évjárat kapott egy kis hordós érlelést, kétféle rozébort hoztam, egy rozé küvét, ami Pinot Noir és Kék Frankos házasításából készült, egy Cabernet Sauvignon, illetve egy Kék Frankossal készültünk még a 17-es évjáratból. Ezen kívül egy bor különlegességet is hoztam, egy késői évjáratú olasz rizlinget a 18-as évjáratból. Ezen kívül borkorcsolyának tudom ajánlani a saját termelésű mandulánkat, amit a feleségem sóz, illetve süt ki szőlőmagolajon. Olasz rizling, mint balatoni borászat, az az egyik fő fajtánk. 3 különböző olasz rizlinggel is készültünk, ebből 2 az dűlőválogatás a Bagó hegyről. Az egyik hordó, a másik pedig reduktív, nagyon izgalmas mind a két étel. A hordós az inkább egy ilyen elegánsabb, komplexebb. A reduktív tétel pedig a szintén ugye a Bagó hegyről, pedig egy gyümölcsösebb, egy lendületesebb, egy nagyon-nagyon izgalmas nyári-nyáresti bor. Az olasz rizlingek mellett, amit én mindenképpen kiemelik, az a Sauvignon Blancunk, ami egy dupla szüretből készült, ugye egy savra, egy pedig ugye túlérésben készült. A lényeg az, hogy nagyon hozza ezt a zöldes jegyeket, bodza, és kiugrik a pohárból, szokták mondani. Mindenképpen ajánlom, hogy megkóstolják. Illetve, hogyha egy picit ugye most már így kezd este fele lenni, akkor érdemes mondjuk az Alfonzot, ami egy dűlőszelektált, a Gela dűlőből egy vörös borunk, ő a nagyapám után lett elnevezve, és csak kiemelkedő évjáratokba készítjük ezt a tételünket, ez egy gyönyörű vörös bor. Az Elna borászat a 2019-es borhétre 11 féle borral készült. Itt a borháznál 3 féle sorozatot lehet megkóstolni a borászattól. A Balaton sorozatot, ami főleg a nyári borok. Itt egy nagyon könnyű citrusos olasz rizlinget hoztunk. A vörösbe egy Zweigeltet, ami egy ilyen nyári hűtött gyümölcsbomba, és a rozénkat. A dűlös borok közül elhoztuk a lapostelki olasz rizlinget, elhoztuk a farkókőt és egy dűlőválogatott szürkebarátot a hajagos dűlőből. És hát a pincészetünknek a birtok sorozatában lehet kóstolni a vörös és fehér bárkát, ez egy fehér és egy vörös házasítás, valamint a 2 füred olasz rizlinget, a 17-es és a 18-as évjáratot. Nálunk az olasz rizling a fő borfajta,
azt tudom ajánlani mindenkinek, vagy ha szeretne egy jó fröccset inni, akkor egy jó rozét nálunk. Én úgy vettem észre, hogy itt a vendégek elsősorban ilyen könnyű fröccsborokat keresnek, amivel jól tudják érezni magukat itt a Balatonparton, olasz rizlinget, egy könnyű rozét, esetleg egy illatosabb fajtát, például cserszegi fűszerest, vagy egy zenitet. Többféle kategória rizling, ezek közül elhoztuk a Balatonbort, elhoztuk a hegybort, és elhoztunk egy dőlőbort. Az idei szelekcióból, rizling szelekcióból a hegybor kategória Veszprémváros borra címet kapta meg. A lendület az egy szép, könnyű, jó ívású olasz rizling, míg a hegybor egy testesebb, fajta karaktert előhozó, magát a termőhely karaktert kiemelő olasz rizling, és nyilván a dülő szelektát az pedig magát a termőhelyből speciálisan a dülőt kiemelő rizling. Ezen felül hoztunk egy hármas házasítást, egy fehér házasítást, ezt harmóniának hívják, ami Chardonnay, Pinot Blanc és Szürkebarátból áll. Természetesen itt van a száraz muskotájunk is, hoztunk rozét, valamint szőlőleveket, vöröset és fehéret, illetve nem maradhat ki a vörös is, abban is egy könnyedebb és egy testesebb kategóriát. A testesebb kategóriát kettesben Fantázia névre keresztelettük, ez két fajtának a házasítása, francia párkapcsolat, magyar környezetben, kettesben, mert a borfogyasztás egy párral együtt jó. Idén is nagyon sokféle bort hoztunk, igyekszünk a vásárlók igényeinek megfelelni, széles fajta választékkal érkeztünk, az olasz rieslingtől kezdve egészen a kék frankosig mindenféle könnyű, friss bor, testes hordósbor is megtalálható a választékunkban. Amire büszkék vagyunk, az egy olasz rizling, méghozzá 2018-as évjáratból, ez az országos borversenyen ezüstérmet ért el. Emellett még azt gondolom, hogy egy Irsai Olivért mindenképpen kóstoljanak meg nálunk, hiszen egy kicsit módosítottunk a technológián, és ő pedig az országos borversenyen aranyérmes lett. 10 féle borral jöttünk ki a borhétre. Igazániban a vendégeknek mindig azt javaslom, hogy minden borászatnál minden bort kóstoljon meg, mert csak úgy tud véleményt alkotni, tehát ne csak egy borászatnál, egy bortípusnál maradjon meg, hanem mindent kóstoljon végig, mert szenzációsan jó borok vannak itt a soron a borászatoknál. Nagyon-nagyon izgalmas ízeket lehet érezni a 18-as évjáratból, ami itt most ki van állítva a borászatoknál. A 18-as évjáratból elsősorban a Zenitre, az olasz rizlingünkre, illetve Irsai Olivérünkre vagyunk a legbüszkébbek a 18-as évjáratból. Tehát korábbi évjáratokból hoztunk vöröseket ki, amik szintén egy Cabernet Franc-ra, Cabernet Sauvignon-ra nagyon büszkék vagyunk, mert nagyon szépek. Egyre több a fiatal, aki érdeklődik a borok után, egyre több a fiatal, hála Istennek, akik úgy jönnek ide, hogy tavaly ezt kóstolták, meg idén is meg szeretnék kóstolni, hogy mi változott, megértik azt, hogy a bor az egy évről évre mást ad, tehát minden évjárat más, tehát nincs ugyanaz, ahol szőlőből készül a bor, ott nincs két egyforma évjárat, tehát ezt így szokták mondani. Az idősebb korosztály, ők általában inkább tehát ami megszokott ízek, azokat keresik. Az idei borhétre nagyon sok olasz rizlinggel készültünk, különböző évjáratokkal. Készültünk egy 16-os Aranyom nevű borunkkal, amit most az országos borversenyen is aranyérmet szereztünk. Ez egy töpet szőlőből készült száraz, nagyon magas alkoholtartalmú olasz rizling, illetve 16-os szűztermésű olasz rizlinggel, meg természetesen, ami nálunk mindig megtalálható, a Jufark, ami a Nivegyvölgyben őshonos, és nagyon büszkék vagyunk rá. A nagy slágerünk az a kék frankos rozé, nagyon-nagyon szeretik a vendégeink, úgyhogy ez az ászlós bor itt a borhéten, ez fél a legjobban. Kinek van saját előállítású serije 2003-ból? Vagy uram, bocsá, most mondhatom azt, hogy például érlelt borpálatunk ezelőtt 5 évvel úgy hirdették ki, és hát mondjam, hogy hála Isten, vagy sajnos, még mindig van belőle szép készletünk, hogy a Pannon párlat versenyen 25 éve nem volt ilyen győzelem, mint mondjuk az a párlatunk elért, és ugyanilyen szép eredményekről számoltak be például a 2013-as, 2015-ös, 2017-es késői születelésű olasz Riling Semillon, Fur, mint
természetes csemegeborokról. Hát ezek a borok a 2019 éves borversenyen három nemzetközi borversenyen sampiondíjasak voltak, ami azt jelenti, hogy első helyezettek. Ez körülbelül fölölelt olyan 1500-1700 bort. Aztán az olasz rizlingünk az nemzetközi borversenyen szintén aranyérmes volt két helyen. A köszegélyi szőlőjövések könyvén például a félédes Otthon elmuskotáink közönségdíjas lett az elmúlt évben, vagy hasonlóképpen a 2017-ben egy 2016-os évjáratú olasz rizling Semillon házasításunk az év borra lett. Négy fajta gyöngyözőbort készítünk ebben az évben. Készítettünk, egy cserszegi fűszeresből készült. Ez egy szűztermés volt, és nem volt akkora mennyiség, mint amire számítottunk. Úgyhogy megpróbáltuk gyöngyözőként, nagy sikere van. A nám dolgozó kolléga Petya Péter nevet kapta. Amellett minden évben megfogadjuk, főleg úgymond feltörekvő pincészetként, hogy valami újat kitalálunk minden évben. Úgyhogy egy vörösborba készítettünk gyöngyözőbort, úgyhogy kívánom mindenkinek, hogy kóstolja meg. Írsai olivérünk most van először, cserszegünk is most van először. Ajánlom mindenképpen, örökslágen nálunk a Nekem Balaton nevezetű könnyed nyári olasz rizling, illetve a kisvörös, ami egy abszolút nyári, majdnem rozéra hűtött cvejgelt vörösbor. Ezek az újdonságaink most. Elég széles választék, a 11 féle borral készültünk, de talán ebben a melegben én legszívesebben egy jó írsai, vagy egy jó olasz rizling, illetve egy jó kékfrankos rozéfröccsel tudnék boldogságot szerezni szerintem a fogyasztóknak. Az a legnagyobb siker, amikor a fogyasztó elégedett. Nem igazán szoktuk elindítani különböző versenyeken a borokat, hiszen a legközvetlenebb visszacsatolásra tudunk építeni, a vásárlásra, és az pedig a közvetlen környezetünkben megtörténik. Úgyhogy ezek a legnagyobb sikereink. De azért büszkélkedünk egy nagyon szép írsaival, egy nagyon szép Sauvignon Blanc-nal, úgyhogy ezeket tudjuk úgy jól ajánlani a kedves vásárlóinknak. Minden évben készülünk zengőborral, illetve a Lucrezia, ő a legédesebb borunk, illetve van még egy kevésbé édes, a Maligant küvé. Illetve vannak szárazboraink is, ilyen például a Chardonnay, a Szürke Barát, olasz rizling, rajnai rizling, és a rozénk is száraz. Az idén két olasz rizlinget hoztam ki, egy úgynevezett klasszik olasz rizlinget, ami ugye jó önmagába fogyasztva, fröccsnek, baráti beszélgetésekhez, és hát az örök sláger a 2015-ös Giligo, ami az idén nagyon szép sikert értünk el vele, a Veszprém megyei palackosborok verseny, nagy aranyérmet kaptunk, de emellett itt van egy nagyon szép élet kékfrankosom, egy kékfrankos rozém, Sauvignonom, illatos muskotáj, furmint ugye a hagyomány. A borokat szeptember 1-jéig lehet még kóstolni a Tagor sétányon, a 25 boros gazda addig várja a vendégeket. Mindeközben kulturális műsorok láthatók a Kisfaludi színpadon és a borsátrak közelében.